nem ez volt az utolsó rész? Köszpanni, hogy megidéztél, nagyon rendes tőled. Ja, nagyon szívesen. Már csak ennyi múlna az emberiség sorsa. Tulajdonképpen nekem a szimpatikus ebben a Thanos nevű fickóba, hogy egyetlen csettintéssel megoldja az emberiség összes kúráns problémáját, nem? Hát hogyne, igen. Ő tulajdonképpen ökológiailag egy pozitív figura. Más kérdés, hogy azért más szempontok is vannak. Egy kicsit tudtam én menni ezzel a Thanos figurával, kicsit drukkoltam neki. Megnéztem, hogy 22 film, 3000 perc, valami, nem is tudom, 50 óra, tehát több mint két napon keresztül kellene néznem, hogyha az egészet látni akarnám. Változik valami ezekben, szerinted? Itt a karakterek elég sokat változtak erre a filmre, pusztán a depressziójuk miatt. Az, hogy a Thorból nagy Lebowskit csinálta például, szerintem zseniális, hát csak egy White Russian nem ivott. Érdekes volt, hogy egy kicsit megpróbálják elmozdítani ezeket a fickókat, miközben én szerintem egy ilyen Marvel filmben az mindig fontos, hogy ezek az űrgék, meg csajok valahol mégis mindig ugyanolyanok legyenek. Nem? Hát igen, de szerintem a Hulknál pont nem így van. Az ő karakterét szerintem egy kicsit elszúrták ebben a filmben, hiszen az ő karakter az tulajdonképpen az önmagunkkal folytatott harcról szól, ami ebből a filmből gyakorlatilag hiányzik. Mert lett belőle egy ilyen dögunalmas zöldcsávó. Uh-huh. Egy kedves dögunalmas zöldcsávó. Igen, hát a kedves fickók azok mindig unalmasak. Open Gangnam Style. Én szerintem ez egy három felvonásos dráma. Én néztem az órát, 3x1 óra. Hát, szerintem tragédia ez a 3 óra. Egész egyszerűen elviselhetetlenül hosszú. És valóban az 1 órás felvezetés, meg a 1/2 órás levezetés, ahol ilyen nagy emberi történetek lennének, de hogy azok a nagy emberi történetek nyilván ilyen Hollywood módra vannak megírva, és az egész így a felületet koccolja folyamatosan, és ettől olyan, mintha Tarkovszki elfelejtette volna, hogy hogyan kell rendezni. Mi ez a hatás? Hogy miért kell ennek 3 órásnak lennie? Az előző az 2,5 óra volt. Én azt hiszem, hogy azt kapja az ember nagyjából, amit vár, nem? Tehát én mondjuk ennél többet se mennyiségben, se minőségben egy ilyen szuperhősös cucctól én nem nagyon várok. Belengeti egy kicsit azt, hogy a következő rész vagy részek ott a csajok felé fordul a történet. Aha. De nem ez volt az utolsó rész? Ugyan már. Okay. Utolsó rész, hogy ne vicceljünk már. Ugye jó eséllyel tart ez a film afelé, hogy a filmtörténet legtöbb bevételt hozó filmje legyen, tehát elképesztő mennyiségű ember vált rá jegyet. Önmagában is nagyon érdekes ez a kiéhezettségünk ezek iránt, a fiktív világok iránt, és akkor tulajdonképpen, hogyha ebbe a fiktív világba összetereljük az összes kedvencünket, tulajdonképpen ez egy nagyon gazdaságos megoldás, nem kell 22 filmet megnézni, elég ezt az egyet megnézni, mert ebbe az összes többinek a szereplője, némelyik csak 1-2 másodpercre, de azért feltűnik, tehát egy ilyen Tesco gazdaságos bosszúállók. Neked volt tanulsága ennek a filmnek? Ez a jó győzedelmeskedik a rosszon, az emberi élet fontosabb, mint az ökoszisztéma, vagy mire gondolsz? Hát szerintem van tanulsága, például, hogy együnk sokkal több salátát, az fontos. Meg, hogy a visszajövőbe egy hülyeség, ez is kiderül. Na jó, hát azért az időparadoxonnal szerintem itt is voltak problémácskák. Jó, de egy 2 literes kólával, meg egy 3 literes popcornnak kezedben nem fogsz gondolkodni az időparadoxonon, tehát ezzel azért játszik ez a film is, mint az összes időutazós cucc. Hát, én gondolkodtam rajta. Jó, én akár el is mehetek innen. Jó. Ja.